engedjék meg, hogy gratuláljak az új közösségi háznak a létrehozatalához, átalakításához. Tudjuk, hogy a Darányi terv keretében a kormány egyik fontos intézkedései közé tartozik az, hogy miként tudjuk megtartani helyben a fiatalokat, miként tudjuk megtartani a falu közösségek lakóit a falu közösségben. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen nagyon sok az elszívó erő, a közeli városok, nagyvárosok, akár a munkája által, akár az oktatás által, és akár különböző művészeti rendezvények által. Ezért azzal, hogyha egy ilyen teret létrehozunk, akkor megpróbáljuk itt helyben is a lehetőséget megteremteni. És ez nagyon fontos, hiszen korábban, akár csak 100 évre visszanyúlva, akkor a nagy házaknál zajlottak azok a közösségi térben, azok a községi szokások, népszokások, így nevezzük meg ezeket, amelyeket aztán átvették a művelődési házak, a szerepek, amelyek ilyen szocialista rendszerű művelődési házak alakultak. De az igazi közösségi tér az, amelyik sok kis helységgel, sok kis közösséggel és megfelelő infrastruktúrával, így hívják ma akár a számítógépet, vagy egyéb berendezéseket, segíti az itt élők munkáját. Ez az épület valamikor ugye egy épület volt, ma egy társasház, kicserélték a nyílászárókat és a tetejét is, mint láthatják, ezeket majd nyilván a műszaki adatok el fogják mondani. Öröm és megtiszteltetés itt állni ezelőtt a szépen felújított épület előtt, amely végre méltó régi fényéhez és híréhez. Fontos és kiemelt nap ez a mi községünk életében, örömteli és megható számunkra, hogy elérkezett a rég várva várt projekt befejezése, és átadhatjuk a lakosság számára. Szép és modern épülettel gyarapodott községünk, ami hosszú és pontos előkészítő munkát igényelt. Mint ahogy azt láthatják a kedves vendégeink is, nem csak felújítás történt az épületben, hanem egy új szabadtéri színpad is helyet kapott az udvaron. Nagy nap ez a számunkra, porvaiak számára, hiszen egy rég várt felújítás vehette kezdetét a nyár folyamán, az egykori szolgálati lakásokból és az iskola udvaron megújult a környezet. A régi épületeket elavultságuk miatt nem tudtuk már jó ideje hasznosítani. Ezért júliusában fejeződött be a közbeszerzési eljárás, és azt követően kezdődhetett meg a tényleges kivitelezési munka. Azt tapasztaltuk, hogy a lakosság velünk együtt törül egy-egy munkafolyamatot, különös rekintettel figyeltek és örültek a falak épülésének, szépül az épületünk. Közbeszédtárgya volt ez a településen. És nem csak a településen, hanem a Porváról elszármazottak is figyelemmel kísérték a munkákat. Ez jóleső érzés volt a visszajelzések alapján.